Látszólag rejtélyesen eltűntek a kültéri padok a körösi sétányról, és erről kíván tájékozódni Tóth Balázs önkormányzati képviselő a Kőbányai önkormányzat legutóbbi testületi ülésén. A napokban tapasztalhattuk azt, hogy egyik napról a másikra eltűntek a padok a körösi csoma sétányról. Ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy az önkormányzat volt-e, aki eltávolította a padokat, ha nem, akkor tudjuk-e, hogy ki milyen okból, és ha pedig az önkormányzat, akkor pedig ugye mi célra történtek ezek a pad eltávolítások. A kőbányai közösségi portálokon ugye számos bejegyzés született ezzel kapcsolatban, sokan hiányolják a padokat, különböző mendemondák is szájra kaptak, ugye van olyan, amelyik azt mondja, hogy a padok festése történik, mondjuk akkor nem értem, hogy ehhez miért kell leszerelni a padokat. Van olyan, amelyik azt mondja, hogy a hajléktalanok ne tudjanak ugye rajtuk elhelyezkedni, és ott ezeken a padokon ücsörögni, feküdni. Ezt viszont túl drasztikus megoldásnak tartanám, hiszen a kőbányai polgárok közössége lesz szegényebb ezzel a dologgal, úgyhogy kérem akkor polgármester úr válaszát ezzel kapcsolatban. Tisztelt képviselő úr, a padok nem egyik napról a másikra tűntek el a sétányról, hanem az elmúlt évek során folyamatosan kellett szűkítenünk a sétányon elhelyezett padok számát, természetesen az önkormányzatnak, hiszen a körösi sétány az önkormányzathoz tartozik, a Kőkert Kft. Végzi a napi gondozását, takarítását, tehát folyamatosan kellett szűkítenünk a padok számát. Az elmúlt napokban valóban sor került a padok nem teljes körének, de jelentős részének a sétányon történő megszüntetésére. Vannak pontok, ahol még léteznek ezek a padok. Sajnos közegészségügyi szempontból tarthatatlanná vált ezeknek a padoknak a környezete. Ezeket a padokat szimpla festéssel már nem tudjuk fertőtleníteni, illetve a környezetüket nem tudjuk fertőtleníteni. Jelen pillanatban is a sétány jelentős része klórmésszel van felszórva, hogy az emberi ürüléktől, fekáliától meg lehessen tisztítani. Természetesen ez átmeneti állapot. Azok a bútorok megrendelésre kerülnek, amelyek más típusú használatát biztosítják az ülőalkalmatosságoknak a sétányon. Úgy a patkán történő ülőalkalmatosságok elhelyezése, mint egyszemélyes ülőeszközök, utcabútorok elhelyezése várható a közeljövőben, illetve ez egyidejűleg kértem a rendőrségnek is, illetve a közterületfelügyeletnek is a fokozott jelenlétét a sétányon, hiszen az elmúlt hónapok során, bár azt lehet mondani, hogy évek alatt eljutottunk odáig, hogy normális módon közösségi térként a sétányunkat nem lehetett használni, és itt nem a hajléktalanokra gondolok elsősorban, nyilván ők is jelen vannak a sétányon, hanem megjelentek nagy számban alkoholfogyasztók és egyéb olyan szabályokat, köztisztasági szabályokat sértők, amelyek ellen határozottan föl kell lépni az ott élők jelentős részének sokszori sürgető határozott kérése alapján érdekében. Mielőtt megkezdenénk a napirendek tárgyalását, ismét tudok örömteli hírről szólni, hiszen Szalainé Tímár Szilvia védőnő 2016-ban az év védőnője lett. Hogy ez milyen nagy dolog, arról csak egy-két gondolatot. Az év védőnője díjat 2011-ben alapították, és a szakmai bírálók mellett neves közéleti szereplőkből álló zsűri kismamák szavazat alapján választják ki minden esztendőben azt a három védőnőt, aki négy kategóriában elismerést kaphat. Természetesen Szalainé Tímár Szilvia a nagyvárosok kategóriájában kapta ezt az elismerést. A Zsivay utcai orvosi rendelőben dolgozik, szívből gratulálunk. További eredményes munkát, jó egészséget kívánok! És csak egy idézet, még egy internetről származó idézet egy anyuka véleményéből. Személyében ismerhettem meg az igazi, elhivatott, szívből és szüntelen lelkesedéssel dolgozó védőnőt, aki imádja szakmáját, a gyerekeket, kisbabákat, és szeretettel végzi munkáját, akár munkaidőn kívül is. Gratulálunk mindenhez!
A testület ülésének végeztével kandi kameránk bekukkanthatott a polgármesteri irodába, ahol már összegyűltek a Hoffi Géza emléke előtt tisztelgő karikatúra pályázat alkotásai. Polgármester úr, ha már a tévénézők bepillantást kaptak a Hoffi karikatúra pályázat kulisszatitkaiba, akkor rögtön az első kérdés arról szól, hogy hogy került a Szent László napok esemény forgatagába a Hoffi Géza? Pár napot még várnunk kellett volna, mert július 2-án lenne 80 éves Hoffi Géza kőbánya díszpolgára. Azonban azt gondoltuk, hogy a rendezvény sorozat keretei közé jól illeszhető ez a kis megemlékezés, ünneplés, karikatúra pályázatot írtunk ki. 21 pályázó karikaturista vett részt, meghívásos volt egyébként a pályázat. Szerintem nagyon szép, érdekes, sokszor meghökkentő alkotások születtek. A sétányon ez egész nyáron kiállítás keretében megtekinthető lesz. A művésznek, az elhunyt művésznek klasszikus alkotásai vannak, amelyek még ma is sok mindenkit földerítenek. Az embernek eszébe jut, hogy ez a színvonalú humor, ez el kellene manapság is. Mit gondol erről? Biztos, hogy el kellene, nem megbántva a kortárs humoristákat, de azt gondolom, hogy Hoffi Géza azok közé tartozott, akik iskolát teremtettek a humor műfajában, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ő kőbányai szülött, Maglódi úton élt, a Kőporcban vagy annak elődjében, a porcelángyárban dolgozott, ma is megvannak azok a motivumok, amiket ő festett, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez az iskola azért olyan követőkre talál, amely a jövőben is sokunkat megnevettet. Az ilyen típusú humorra, meg általában mondjuk a derűre az önkormányzati testület ülésein is időnként szükség van, sor is kerül rá, természetesen komoly munka folyik. Például, amikor elfogadták a katasztrófavédelmi beszámolót, akkor milyen témák voltak azok, amelyekre ön igazán hangsúlyt helyezne, hiszen Kőbánya rendkívül összetett ebből a szempontból. Így van. Ami nagyon fontos nálunk, az iparbiztonság kérdése, hiszen nagy üzemek, nagy gyárak, vegyipari üzemek vesznek közre minket. Nagyon fontos, hogy itt mindig meglegyen a kellő biztonság. Nyilván a katasztrófavédelemnek kettő szerepe van. Egyrészt a megelőzés tartozik a feladatai közé, másrészt pedig egy esemény bekövetkeztekor a beavatkozás. Szerencsére gyakoribb e területen a megelőzési tevékenység, a felkészülés, de voltak lakástüzek, voltak balesetek Kőbánya területen. Minden esetben sikerült gyorsan, szakszerűen elhárítani a gondot, problémát. Megköszöntük a tűzoltók munkáját, és drukkolunk nekik, hogy a laktanyag felújításra minél hamarabb sor kerüljön, hogy méltó körülmények között tudjanak dolgozni. Polgármester úr, az egyik napi rendi pont az a Kőbánya közbiztonságáért alapítványnak az ügyeivel foglalkozott. Mi újság van ezzel az alapítvánnyal? Technikai jellegű alapítókirat módosításra került sor, illetve újabb támogatást adtunk az alapítványnak, amit nyilván nem az alapítvány önmagára fog költeni, hanem a rendőrségnek szeretnénk újabb gépjárműveket vásárolni, kettőt, annak érdekében, hogy még hatékonyabban, gyorsabban tudjanak beavatkozni Kőbánya területén. Az egyik napi rendi pont foglalkozott azzal, hogy összegezték az elmúlt évi közbeszerzések tapasztalatait. Általában hogyan értékeli, hiszen manapság gyakran tapasztalni azt, hogy közbeszerzések, komoly programok nagyon nehezen valósulnak meg, mert húzavona van a közbeszerzési eljárások körül. Kőbányán mi a helyzet, változott-e, meg általában hogy látja? Nem egyszerű közbeszerzéseket lefolytatni. Volt olyan közbeszerzésünk, a napokban zárult, amely 9 hónapon keresztül tartott, pedig csak két szereplője, két résztvevője volt. Azonban a különböző kérdésekkel, hiánypótlással, újabb kérdésfeltevéssel, tisztázásának a tényekkel el lehet húzni ilyen hosszú ideig is egy-egy közbeszerzést. Ez sajnos sok esetben kiszámíthatatlan teszi a döntéshozatal időpontját, határidejét, bár zömében azért sikerült úgy tárgyalnunk ezeket, hogy kevés alkalommal kellett emiatt rendkívüli testületi vagy bizottságülést összehívni, de az megnyugtató viszont, hogy ezeket a közbeszerzéseket végül úgy tudtuk zárni, hogy jogvitára nem került sor, az önkormányzatot nem büntette meg a döntőbizottság, és nagyon sok esetben kedvező árat is hozott a közbeszerzési eljárás. Szinte minden esetben azt lehet mondani, hogy a tervezett, előzetesen becsült költségek alatt maradtunk a közbeszerzést követően, hogy összességében
én az eljárásainkat jóra értékelem, még ha nagyon sok munkával, türelemmel is jár mindez.